Szeretettel üdvözlünk mindenkit! Úgy néz ki, hogy a videójáték ipar információ folyama kiapadhatatlan, szóval ezúttal is egy érdekes és izgalmas hírösszefoglalóhoz lehet majd szerencsétek, pár álhír társaságában ezúttal is, szóval a kikapcsolódás garantált. Bizony, sokan kaptak a fejükhöz, mikor meglátták a Middle Earth Shadow of Mordor első videóját, mert bizony ismerős elemeket is felfedeztek benne. Ez nem véletlen, legalábbis Charles Randall szerint, aki korábban az Assassin's Creed 2-n dolgozott, és elmondása alapján egy csomó kód és animáció egyezik a két játék között, de persze az még nem biztos, hogy lopás történt, hiszen elképzelhető egy licenszerződés is a Warner és a Ubisoft között. Rebootolják az 1985-ben még ZX Spectrumra megjelent Chaos The Battle of Wizards-ot, amit maga az eredeti játék atya igyekszik tető alá hozni. A Chaos Reborn komplett sztorival, multival, kooperatív móddal, körökre osztott harcokkal és kellemes látvánnyal igyekszik utat törni magának, méghozzá a Kickstarteren keresztül. A CD Projekt Red elárulta, hogy nem tervezik előző generációs konzolokra is kiadni a The Witcher 3 Wild Hunt-ot. A játék már szinte így is maximumra pörgeti a PC-t, a PlayStation 4-et és az Xbox One, szóval csak kemény kompromisszumok és durva töltési idők árán tudnák kiadni PlayStation 3-ra és Xbox 360-ra. Az is kiderült továbbá, hogy a Witcher 2 nem fog elkészülni PlayStation 3-ra. Tavasszal jelenhet meg PC-re, Xbox 360-ra, Xbox One-ra, PlayStation 3-ra, PlayStation 4-re, 3DS-re és Wii U-ra a The Amazing Spider-Man 2, ami szebb, jobb és tartalmasabb kalandot ígér, mint az előd. Igazi next-gen élményt igyekszik prezentálni a PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra készülő The Golf Club, amit az HB Studio fejleszget. A fő szempont a realizmus lesz, tehát igazi szimulátor készül a boszorkány konyhájukban, amiben akár saját pályákat is létrehozhatunk. Megjelenés valamikor tavasszal. Igazi sztárparádéval lehet majd dolgunk a The Elder Scrolls Online-ban, hiszen a szinkron színészek között feltűnik John Cleese, Malcolm McDowell, Kate Beckinsale, Bill Nye, Alfred Molina, Michael Gambon és Linda Carter is. Február 7-én jelent meg kizárólag Xbox 360-ra a The Dead Rising Collection, amiben megtalálhatjuk a Dead Risingot, a Dead Rising 2-t, a Dead Rising 2 Off the Record-ot, a Dead Rising 2 Case Zero-t és a Dead Rising 2 Case West-et is. A csomagára 40 euró. A Naughty Dog nem tervez több egyjátékos DLC-t a The Last of Us-hoz, azaz a Left Behind lesz az első és az utolsó ilyen kiegészítő, amiben egyébként Ellie-t vehetjük kezelésbe még a fő sztori előtt. Hogy ne unatkozzunk, a jövőben se, a srácok nem pihennek és meg annyi multis csomaggal igyekeznek még meglepni minket. Pár hónap és elérhetővé válik az N. Night Games horrorisztikus alkotása a The Forest, amiben egy sötét erdőben bolyongva kell túlélnünk, ameddig csak lehet. A fejlesztők elárulták, hogy a játék a Steam Early Access keretein belül startol el, tehát a bugokra jobb lesz felkészülni. Tavasszal jelenhet meg PC-re a The Incredible Adventures of Van Helsing 2, amiben helyt kap egy hű és meglehetősen rusnyatás, a Chimera, aki nem csak a szörnyek kapításában veszi ki a részét, de az elrejtett tárgyakat is összeszedi. Új szerepjátékon dolgozik a Cyanide csapata. A Styx Master of Shadows-ban a főhős egy 200 éves goblin, akivel lopakodva kell beszivárognunk a Tower of Akinesbe, hogy az ott található dolgokat ellopjuk. A srácok egyébként le sem tagadhatják, hogy korábban ők feleltek az Of Orcs and Menért is, hiszen az egyes karakterek és maga hangulat is ismerős lehet a veterán játékosoknak. A nyitott pályákon természetesen ellenségek is megfordulnak majd, akiket hátulról elkapva, de akár szemből is megcsapkodhatunk, igaz, ebben az esetben nagyobb lesz a halálozási arányunk. A játék még idén megjelenhet PC-re. Chris Robbins, a World of Warcraft művészeti igazgatója bemutatta az első olyan női skineket, amiket majd a Warlords of Draenor kiegészítő megjelenését követően állíthatunk be karakterünknek. Elsőként az emberi faj női szereplőjének rajongói örülhetnek, de a Blizzard az összes karakter külsejét átdolgozza, sőt megötszörözi az eddigi poligon számokat. Külön érdekesség, hogy minden egyes faj és nem kapni fog nagyjából 180 animációt. Több forrás is azt revesgette, hogy a Watch Dogs kihagyja a Wii U-s megjelenést. Ezt erősítette meg az a tény is, hogy a GameStop áruház oldaláról eltűnt a Nintendo-s változat előrendelhetőségének lehetősége. Nos, azóta kiderült, hogy a Watch Dogs Wii U-s változatát mégsem kukázták. A GameStop áruháznál ugyanis valami hiba folytán tűnt el a felhozatalból, tehát ha minden jól megy, akkor a játék a Nintendo gépére is megjelenik majd. A Paradox nem tétlenkedett, hiszen rengeteg bejelentéssel kedveskedett nekünk január 23-án. Rögtön itt van a Hearts of Iron 4, amiben a második világháború idején kell életben maradnunk kiválasztott nemzetünkkel. Érkezik a srácoktól egy RPG is, Runemaster címmel, ami hatalmas bejárható területekkel, meg annyi küldetéssel és persze rengeteg lehetőséggel igyekszik az újjakörét csavarni minket.
A DLC-kről sem kell lemondanunk, a Crusader King 2, valamint a Europa Universalis 4 is ki fog egészülni a jövőben. Álhíreink között pedig arról tudunk ezúttal beszámolni, hogy a Microsoft bejelentette, felvásárolta Linuxot, így a következő operációs rendszerük neve Penguin on Windows Academy lesz, azaz rövidítve POVA, és ráadásként még Xbox One-ra is letölthető lesz. Azt is elárulták továbbá, hogy az első 1000 előrendelő ajándék élő pingvint kap, amik állítólag kékhalálmentesek lesznek. Kiszivárgott néhány információ a Quantic Dream legújabb PlayStation 4-re készülő játékából, a Storyból. A cím a Beyond Two Souls tovább gondolva alaposan ki fogja használni a Next Gen lehetőségeket, és sokkal nagyobb beleélést tesz majd lehetővé, na és persze minden eddiginél őrületesebb történetet fogunk kapni. A karakterek közötti kapcsolatot a Move használatával és a DualShock 4 tapipadjával mélyíthetjük majd el, így a heves érzelmek fellobbanása közben nem csak magunkhoz nyúlhatunk, de a tapipad masszírozásával akár még az azonos nemű karakterekhez is közeledhetünk. Köszönjük szépen figyelmeteket, műsorunk végére értünk, de természetesen nem feledkezünk meg az 5. hét híranyagairól sem, azokról is szállítunk videós hírösszefoglalókat hamarosan, de addig is jók legyetek, sziasztok!